Már többször foglalkoztunk az új postaépület kérdésével, most új fejleményekről tudunk beszámolni. Azt hiszem, hogy a lakosságot teljes mértékben és izgatottan érdekli az a tény, hogy mikor lesz új postánk. Hát erre vonatkozóan ugye a kezdet az volt, hogy építési engedély született jogerősen 2001-ben. Sajnos mindez ideig nem történt különösebb mozgolódás, ezért az építési hatóság, építési osztályvezetője határozatban szólította fel a Magyar Posta beruházást, hogy beépítési kötelezettségét teljesítse, és kezdje meg az építkezést. Ennek készhezvétele után a Magyar Posta beruházási osztályáról telefonon megkeresett bennünket Holdonner András úr, aki közölte, hogy valóban tényé vált a postának az építkezése, ami azt jelenti, hogy felvették a kapcsolatot a hivatalos földmérővel kitűzés céljából, ki fogják tűzni körülbelül másfél-két hét múlva a területen az építési pontokat, amelyről írásbeli értesítést és meghívást fog kapni a polgármesteri hivatal és nevezetesen az építési osztály. Aki mostanában a Telepi úton jár, már láthatja is, hogy elkezdték az építkezést. Jelenleg a telep bekerítésével foglalkoznak, majd az épület kimérése következik. MÁV folytatja a vecsési állomás és a sínpálya felújítását. Következő feladat a Dózsa-György úti sorompó átalakítása lesz. A részletekről adott felvilágosítást a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási osztálya. A Budapest Cegléd vasútvonal korszerűsítésével érintett vasúti átjáró kiviteli terveinek és ideiglenes forgalommal terelésével kapcsolatosan volt a tervező részéről egy tájékoztató. Ezzel kapcsolatosan várható, hogy 4.-22-től 5.-30-áig a Dózsa-György úti vasúti átjáró lezárásra kerül, és egy terelő útvonal kerül majd kijelölésre a Széchenyi út, Lőrinci út aluljáró útvonalon. Ezt a lehetőséget adtuk meg a tervezőknek. Ennek a vonalnak a kialakítása van jelenleg folyamatban, és olyan tájékoztatást kaptunk, hogy amikor pontosításra kerül a vasúti átjáró lezárása, arról pontos tájékoztatást adunk mi is, illetve mi ezt továbbítjuk a nézők felé.